Ez itt az Átlátszó Podcast, én Hont András vagyok, és velem szemben Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. Az ő oldalán Szabó Tibor Benjamin író, szerkesztő, az Ateneum kiadó volt ügyvezetője, illetve Zubor Zalán kollégám, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum -mal foglalkozott cikkében, illetve munkatársunk Szabó Krisztián van még itt. Üdvözlöm a hallgatókat! Én is üdvözlök mindenkit. Szerintem kezdjük azzal az alán, hogy foglald össze pár szóban azokat a cikkeket, vagy az, azt a két cikket, ami foglalkozott a Petőfi Irodalmi Múzeummal és Demeter Szilárd eh, felhatósága alatt lévő eh, ingatlan birodalommal, és aztán Demeter Szilárd pedig majd elmondja a hozzáfűzni valókét, aztán pedig majd csinálunk valamit, miután teljes egészében meggyötörtük a hallgatóknak a dobhártyáját. Annyit pontosítanék, hogy ugye nem csak a Petőfi Irodalmi Múzeummal foglalkoztam ezekben a cikkekben, hanem a Magyar Kultúráért Alapítvány és annak a különböző tagjai, illetve elődei, ugye ilyen volt a Petőfi Irodalmi Ügynökség a ingatlan vagyonával, illetve növekedésével. Ugye ezek azok a alapítványok, amik szintén a kekvák, azaz a közfeladatot ellátó alapítványok közé tartoznak, amiket tulajdonképpen egészen frissen, előzmény nélkül hoztak létre, és konkrétan a Magyar Kultúra Alapítvány alá került a magyarországi kulturális intézményeknek egy nagyon nagy része. Ide tartoznak ugye az alkotóházak, a több múzeum, irodalmi folyóirat, illetve ami ennél is érdekes, illetve talán meglepőbb, az, hogy nagyon sok ingatlant kapott, amikor korábban állami kézben voltak. És ezek nem feltétlenül olyan ingatlanok, amik konkrétan a művészeti vagy irodalmi tevékenységhez kapcsolódnak, hanem benne vannak például a hajógyári sziget, nagyon jelentős területei, különböző korábbi paloták, illetve Tulajdonképpen az összes jelentős művész ami a non-profit kártén keresztül került az ügynökséghez. A, ezeknek az összértéke az tulajdonképpen több milliárdra tehető. Itt vannak olyan ingatlanok, amik csak mondjuk önmagukban 10 milliárd forintot közelítenek. És ugye ezt a kekva törvény alapján ezeket a ö, Magyar Kultúriát Alapítvány tag egyesületei ö, ügynökségei tulajdonképpen ingyen kapták meg, mert ö, a, ezeket az állami, ez, ezek az állam tulajdonában ö, voltak, is, ahogy a kekvákat létrehozták, ott így nem egy klasszikus privatizáció történt, hanem ö, egy ö, tulajdoni jogot adtak át az államnak egy elővásárlási joga, illetve egy fenntartó joga maradt az intézmények fölött, de tulajdonképpen szabadon rendelkezhet a, szabadon rendelkezhetnek ezzel az újonnan létrehozott ügynökségek. Van egy közbevető kérdésem, mekkora volt a legnagyobb ingatlan, amit a előző életében, tehát vagy előző életedben, tehát Betőfirodalmi Múzeum előtt kezeltél? Petőfi Irodalmi Múzeum előtt uh -huh. nem kezeltem ingatlant. Milyen hirtelenjében egy ekkora portfólió élen találni magát az embernek? Nem mondhatnám, hogy nagyon uh, erre vágytam volna, hogy ez lett volna az élet célom. Én még csak főigazgató sem szerettem volna lenni 2018-ig, tehát eszembe nem jutott volna, hogy most a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójaként, a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnökeként fogok veletek beszélgetni 2022-ben, tehát ez 18 égnek, bennem fel sem merült. Akkor hirtelen miért merült fel? Hát erre kérte a miniszterelnök úr. Tehát én 14-ben hozzáigazoltam le, tehát úgy jöttem át a századvéghez, hogy a Hát gyakorlatilag az ő kérésére váltottam lovat, ha úgy tetszik, és szabad akaratomból nyilván, tehát nem pénz vagy, vagy, vagy egyéb a motiváló tényező játszott ebben, ez egész egyszerűen bemértem azt, a, azt az élethelyzetet, hogy politikailag nekem, a szülőföldemnek, családomnak és itt tovább nemzetemnek az a jó, hogyha az ő munkáját segítem, vagy hozzá, és gyakorlatilag kicsit most így a, a, az orosz-ukrán háború kontextusában hülyén hangzik, de hogy az ő katonájaként azt csinálom, amire ő felkért. Tehát, hogy ez, ez, egy ilyen döntés volt. 18-ban én a század még, még hmm. a alkotó csapat tagjaként írtam meg a stratégiai dokumentumát a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, tehát hogy hogyan lehetne újra pozícionálni ezt az intézményt. A, ezt már többször... Tudom, az a, a és kapuér. És akkor a, azt már többször elmondtam, de nem árt azért emlékeztetni a hallgatókat, hogy ebbe direkt azt írtam bele, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum élére, tehát az új funkciójá tekintetében kifejezetten olyan szemét javasolnék, aki nem a művészetek területéről, tehát nem alkotó, nem előadó, nincs semmilyen érdekcsoportnak a, nem, semmilyen érdekcsoportnak nem a tagja, tehát hogy innen egy jogászt, közgazdász diplomatát láttam volna szívesen, mert egész egyszer úgy tud helyes döntéseket hozni. Egész egyszerűen nincsenek olyan előzetes Egy novellákat. Ezért, ezért nem tartottam magam alkalmasnak erre a feladatra, de hát végül is az a döntés született, hogyha már megírtam ezt a stratégiai tervezetet, akkor csináljam is meg, így kerültem be. Az ingatlan portfólió kapcsán pedig ugyanez volt, hogy ez a fenntartóváltás. Annyit azért pontosítanék, hogy múzeum nincs a Magyar Kultúráért Alapítvány tulajdonában. Három cég van jelen pillanatban, az egyik a Mank, ugye az, ami az alkotóművészeti házak hálózatát tulajdonolja, a másik a Petőfi Kulturális Ügynökség, ez volt a Petőfi Irodalmi Ügynökség, amit valóban a Petőfi Irodalmi Múzeum mellett hoztam létre pont azért, hogy legyen egy gyors reagálású, gyakorlatilag cégszeren működni tudó intézményünk is a Közgyűjteményi rendszer egy picit lassú rendszer természetéből adódik, hogy lassabban reagál és lassabban tud menni előre. Illetve van még a Nemzeti gondozó Nonprofit Kft., ami ilyen újságíróképzéssel, médiaképzéssel foglalkozik. És a Petőfi Kulturális Ügynökség hozta létre a Petőfi Média Gruppot, tehát az egy szintén egy cég, egy lányvállalat, aminek a tartalomgyártás lesz a következő években a feladata, vagy annak a koordinációja átkerült hozzánk valóban a kultúra.hu, mint addig emmi fenntartású a mank a koordinációjában lévő kulturális portál, emellett azért mi létrehoztuk a 1749.hu-t, ami a világirodalmi portálunk, a helyőrség.mát, a mesecentrumot, az a nyífűság és gyermekirodalmi centrumunknak a portálja gyakorlatilag, legutóbb a hajógyár.hu-t be, ami popkulturális tartalmakat gyárt, elég nagy sikerrel, tehát most a Carson koncertfilmünket játsza, játszák a muzik és tárgyalunk nagy stream szolgáltatókkal, akik szeretnék ezt megvásárolni a kínálatukba, tehát hogy ott vannak azért eredmények, illetve hát létrehoztuk a Magyar Kultúra című havi kulturális folyóiratunkat, ami hmm. Egyfajta ilyen integratív megközelítésben próbál presztízs folyarattá válni, tehát hogy igényes kiadványt, mindenben igényes kiadványt szeretnénk létrehozni. Hasonlóképpen hoztuk létre a kontinentál nevű, a, hát most irodalminak nevezett közép-európai magazinunkat, ami angolul jelenik meg, és angol nyelv területen terítjük, Jászberény Sándor főszerkesztésével. Tehát építkezünk, és a Magyar Kultúráit Alapítványnak pont ez a, ez a célja, hogy a teljes kulturális horizontra való tekintettel próbáljon eszközöket biztosítani a magyar kultúra számára. Így kerültek hozzánk ezek a bizonyos ingatlanok. Egy picit nem, tehát hogy van a Mank tulajdonában lévő ingatlanállóház. Ez hét darab alkotóház, de több ingatlan van. Tehát, hogy van, van, van még legelőnk is, ha így tetszik, tehát hogy, hogy van egy rakás olyan ingatlan, amivel nem nagyon tudunk most jelen pillanatban mit kezdeni, a beesett hozzánk, tehát idézi elbe beesett az Andrási Palota. Az Andrási Palotának a földcinkéről van szó, illetve az első emeleten egy, egy részről. Ez, várj, várj, ez az így csodálatos. Ez úgy, csomó olyan dologról beszélt, amit nem akarsz, vagy nem akartál, vagy nem, akartál, vagy nem akartatok, és hirtelen ennyibe, ez csak megtalál. Nem akarok főigazgató lenni, beesik hozzánk az Andrási Palota. Mert hogy, uh, hogy mondjam, ha elvállalok egy feladatot, az, azt szeretem tisztességesen és jól, tehát a lehetőségeimhez, meg tehetségemhez, meg munkabírásomhoz képest a lehető legjobban megcsinálni, meg tudok oldani dolgokat. Tehát azt látja a kulturális kormányzat, hogy hogy rám bíznak feladatokat, akkor megpróbálom legalábbis a lehetőségek szerint a legjobban megoldani, így mindig megtalálnak többet feladatok, ezért nem volt nekem például a szabadságom az elmúlt három évben, mert mondjuk 19-ben a, kitalálták, hogy akkor az országos Széchenyi is kell, kezdeni kellene valamit. A miniszteri biztosként legyek szíves vállalja mert az hogy az országos Széchenyi könyvtárat egy picit összerakom, összekapom. 2020-ban ugyanígy a könnyűzene, ami szintén nem volt a, a azon kívül, hogy rockzenésznek gondolom magam, hogy szeretnék rockzenész lenni, de nem hagyják. Tehát, hogy a, mivel aktívan zenélek, és imádok zenélni, és imádom a zenét, valószínűleg ennek okán beesett a teljes könyvzenei portfólió is hozzá. 21-ben a új feladatként a Magyar Kultúráért Alapítvány, tehát hogy így a szabadságai, mikor elmegyek szabadságra, a feleségem már ettek, amikor hívnak telefonon. De ezeket én soha nem keresem. Az összes személy ambíciómmal szemben megy az, amit éppen most csinálok, de hát az ember ilyenkor félreteszi a személy ambícióit. Na tehát, hogy az Andrási Palota az egy olyan projekt, ami, amit elkezdtek, és azt mondták, hogy akkor át kellene vennem, mert nálam van a természetes helye, tehát a mi rendszerünkben van a természetes helye. Azt ugye annak idején az állam azért vette meg, hogy Andrási Múzeum legyen benne. Aztán született egy olyan döntés, hogy egy olyan, olyan Hát mondjuk így, hogy igényes, progresszív, rock, jazz, a művészeti előadói tevékenységet támogató centrumot kellene ebben alakítani, aminek az elsődleges célja az a zenei edukáció, tehát hogy ez a világírű zenészek, mesterkúzusokat tartanak fiatal zenészeknek, mert nagyjából ez volt a feladat. És ehhez, mivel túl nagy volt az ingatlan a mérete, ezért javasoltam, hogy akkor a Csetamás archívumot is oda lehetne telepíteni egy állandó Csetamás kiállító helye, ami nyilván nem csak a Csetamás örökséget mutatná meg, hanem azt a, azt a, azt a kultúrát, amit a Csetamás köré be lehet szervezni. A, a hajógyári szigetet ezt valóban én kértem el. Azután, miután dugába dölt a római parti mobilgátnak a, a javaslata ötlete, hiszen 13 óta az egy üres terület mind várták, hogy akkor lesz római parti mobilgát, tehát hogy ingatlan fejlesztési szempontból ez egy értelmezhető ingatlan rész lesz a hajógyári szigetnek a déli uh, ipari műemlékekkel teli területe. Ez a volt Vizovicki birodalom által érintett rész. Ez az, nagyjából, kicsivel több. Évés. És ezt akkor kérte el, amikor már a Magyar Kultúrai Alapítvány megalapult, vagy még előtte? Még előtte még előtte, mert hogy a... Petőfi ügynökség számára? Petőfi kulturális ez a könnyűzenői stratégiának lett volna az egyik ilyen kiegészítő eleme, mert azt láttam, mm. hogy, hogy dőlnek be a különböző koncerthelyszínek, klubok, próbatermek, tehát hogy egymás után az ingatlan fejlesztés viszi el azokat a, azokat a szcénákat, ahol egyébként zenészként jól éreztem magam és ha már Vizovicki egyszer kipróbálta és megmutatta, hogy lehet ott egy olyan szórakoztató centrumot szervezni, ahol több ezer ember jól érezheti magát, akkor ennek a revitalizációja, a újra gondolásra sokkal másabb koncepció alapján, tehát nem a vízó koncepcióját akartuk feléleszteni. Hát igen, az, hogy ők ott jól érezték magukat, az hogy is mondjam, annak meg volt a háttere. A, az igen. a baj, hogy a BTK-ba ütközik. Igen, azt tudom, tudom, tudom. Tehát, hogy azért meg a előtanulmányokat azt elvégeztem de ad egy kreatív központot képzeltünk el, minek után mondom, bedőlt a római parti mobilgált ötlet, és hogy ingatlan fejlesztők számára így érdektelenné vált a terület. Tehát, hogy magyarán nem, nem volt érte, mert ott már ingatlan fejlesztésbe gondolkodni. Nekem viszont fájt a szívem, hogy ott van egy nagy terület teljesen kihasználatlanul. Ráadásul a 2013-as nagy Árvíz után tényleg le is vonultak onnan, még egy darabig voltak ott filmstúdiók, meg ilyen típusú filmes projektek, de aztán ők is ott, ott hagyták a területet. Én meg azt mondtam, hogy bejártam statikussal az épületeket, statikailag nagyjából rendben vannak, és azt mondtam, hogy oké, tíz évente egyszer jön a nagyvíz, ott lehet homokzsákozni, meg ilyenek, tehát hogy a földszinti részeket azt nem érdemes túlontól fejlesztem vagy nagy, nagy értékeket betenni de ettől még az első emelettől teljesen használható a ingatlanállomány, és nagyon jó kreatív központot lehetne ott kialakítani. Ezért azt mondták, hogy jó, akkor vigyed. Csak hogy azt tudod, hogy ez hatalmas meló, és nagy, nagy, nagy munka. Ugyanaz az Andrási Palotával is, tehát hogy ezeket az ingatlanokat nem úgy kell elképzelni, hogy felújított, felújított csillivili kézben ültünk bele, eléggé repukkant állapotban lévő fejlesztésre szoruló épületek, amivel rengeteget dolgozunk, hogy, hogy egyáltalán a Kivitelezési tervekig eljuttassuk a különböző projekteket. Ezeknek az ingatlanoknak a fejlesztése, ez gondolom állami pénzből valósulna meg, tehát ehhez további támogatásokra lenne szükség. Mennyi bevétel van a ügynökségnek, illetve a Magyar Kultúráta Alapítványnak és a többi ügynökségének a mostani? intézményeiből, tehát az alkotóházakból, az egyéb ingatlanokból. Van elég bevétel ahhoz, hogy, hogy ezekből újabb projekteket is lehessen indítani, vagy ezek nagyjából csak a meglévő infrastruktúrának a működését fedezik? Azért nem tudok értelmesen válaszolni erre a kérdésre, mert itt jön a következő pontosítás, hogy ezek az ingatlanok még nincsenek a Magyar Kultúráért Alapítvány, vagy a cégei tulajdonában. Tehát a nemzeti vagyonkezelővel az átadás átvételi folyamat még nem zárult le. Megy a jogászkodás, hogy akkor azt hogyan adják át, hogyan veszük át terhekkel, mit értünk terhek alatt, és így tovább. Úgyhogy most az igazságügyi minisztérium állásfoglalására várunk, ez az utolsó mozdanat, és ha ezt megkapjuk, akkor lesz a birtok. De ez mindegyik ingatlant érintő? Most ez a. Hát a, magukat, át... a ma mank tulajdonában lévő ingatlanokat nyilvánvalóan nem, mert az, már az egy bejáratott rendszer, az már 10 éve ott van nagyjából az ő tulajdonokban és igazából a mankot is úgy, úgy, adták át, hogy az volt a cél, hogy a, a kulturális célú ingatlan hasznosítás egy központba kerüljön. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kekva alapján elidegen egy van, ezeket az ingatlanokat mi nem adhatjuk el, nem szabadon gazdálkodunk vele, tehát az állami vagyont azt nekünk kötelességünk megőrizni és gyarapítani van egy nagyon szigorú vagyonellenőr az alapítványhoz delegálva, aki minden kuratórium ülésen ott van, minden döntésünket felügyeli, és az ő dolga kifejezetten az, hogy az, a vagyonelem, amit mi megkaptunk az államtól, az ne szenvedjen Szeretném egy kicsikét bevonni Szabó Tibor Benyem, mint is a meginduló beszélgetésbe, de kettő kérdésem van még ezt megelőzően, két gyors kérdésem. Egy a ennek a holdingnak a bevételeiről mondják kérlek szépen pár szót, hogy miből származnak bevételek, mi mennyit fedez, illetve hogy ez körülbelül hány embert érint. Ugye, hogy ez, ez, egy közfeladatot ellátó vagyon kezelő alapítvány, ezért most született, és tavaly ősszel hozták létre, tehát még fel kellett rakni az egész struktúrát, most tavasszal írjuk alá a közfeladatot ellátó finanszírozási szerződést a kormányzattal. Ez ugyanaz, mint mondjuk a Nemzeti Művelődési Intézet, hogy van egy közfeladat, amit a, a kormány átad a mi a alapítványunknak, és az a lehető legjobb tudása szerint indikátorok alapján ellátja. Tehát, hogy ez olyan szerződés, mert folyamatosan vizsgál a kormányzat, és hogyha nem teljesíted a vállalásaidat, akkor abban a pillanatban felbontják ezt a, ezt a szerződést. Tehát az alapműködési támogatásunkat ezt teszik ki ez a bizonyos kormányzati közfeladatfinanszírozás. A másik a bevételi forrásunk, amik bevételi források, az azok a kormányprogramok, amelyeket mi készítettünk elő nyilván, annyi a folyrat támogatás, és akkor ezeknek gyakorlatilag a menedzselése tartozik hozzánk, tehát egy, ilyen, egyfajta ilyen alternatív támogatáspolitika, ahogy tetszik, szakágazati támogatáspolitikáról beszélünk. Ilyen a fordítás támogatás, amire minimum tízszeresét költjük azóta, mióta ezt én elkezdtem összerakni. Ilyen a folyarat támogatás, ugye 1,8 milliárdos keretösszeggel. Ilyen a különböző könnyezenei támogatási lábok, amelyekre ilyen évi 4-5 milliárdot szánunk, hogyha megkapjuk a forrást, mert ez mindig a az érdekérvényesítési potenciálom fog mérője, hogy a kormány határozatban rögzített forrásnak mekkora részét, mikorra tudom kiimádkozni a pénzügyminisztériumból, aki a felelős gazdálkodási egyébben fog az veri a barast, és sokan állunk sorba ott. A, tehát, hogy Ilyen a gyermekirodalmi centrumunk, ami szintén közfeladatot célzó, ilyen az úgynevezett kulturális újságírásnak a valami fajta jobbítása, hogy ha, ha sikerül ezt a, a rendszert Holvát Gergőnek tisztességesen összeraknia. A, a, ilyen a könyv kultúra jobbítását célzó támogatáspolitikánk, erről majd a Tibor biztos tud bőven kérdezni, tehát hogy Szeretnénk egy picit a könyvpiacot úgy segíteni, hogy ne legyen versenytorzító hatása, tehát nem kiadványokat szeretnénk segíteni, hanem magát a teljes könyvpiacot vagy könyvkultúrát. Ezért a Mekekével és egyéb érdekvédelmi szervezetekkel folyamatosan egyeztetve kitaláljuk azokat az új programokat, ami a könyvkultúrának segít, meg az olvasás népszerűsítésben segít. Tehát nagyjából ezeket a szakágazati programokat folytatjuk végig és a debit, De mégis oké, okay, hozzávetőlegesen, hozzávetőlegesen, beleértve a múzeumot is, ez mekkora összeg? A múzeumot azért választanám külön, mert hogy ez egy teljesen más kalap, hogy ez egy múzeumi rendszer, tehát a jelen pillanatban hat tagintézmény, tehát hat múzeum rendszere az, amit Petőfi Irodalmi Múzeumként nevezünk. És a Petőfi Irodalmi Múzeum, Kassák Múzeum, Mese Múzeum, a Cépalmi, Magyar Nyelv Múzeum, a Sátorai Kazinci Múzeum, Régebben nálunk volt az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet, is ezt most átadtuk a színház és filmművészetért alapítvány a fenntartásába. Tehát, hogy ez a múzeumi rendszer... A, hogy a nagyobb által alapított intézetet így dobálják egymás között a különböző kormányközeli szervezetek? Nem, ez, ezt úgy hívják, hogy politikai kormányzás, és a fenntartónak joga van ebben dönteni, tehát, hogy hogyan tartja optimálisnak működtetni az adott intézményt. A, tehát a Petőfirodalmi Múzeum külön költségvetési soron van, most valamivel több mint 4 milliárd forintos összköltségvetésre a teljes intézményhálózatra, és a magyar kultúráért alapítvány, meg a hozzátartozó összes cégnek az összes feladatellátása, támogatás, politikai lebonyolítás, és így tovább. A jelen számításunk szerint évi olyan 12 milliárd forintba kerül. Tehát nincsen 20 most a, a, az egész? Nincs. Jó, és hány embert érint? Hát a Petőfi Irodalmi Múzeum teljes intézményrendszerében jelen pillanatban valamivel többen, mint 200-an dolgozunk, tehát többen a hat múzeumban. A Magyar Kultúráért Alapítvány alá tartozó 3 plusz 1 cégben a, nagyjából most tartunk ilyen 150 és 200 fő között, azért mondom nagyjából. Mert most folyik az a reorganizációs tervezés, amivel próbáljuk hatékonyabbá tenni és olcsóbbá tenni a, a cégek működését. Ugyanis most az a nagy helyzet van, hogy a háború van a szomszédban, elszabadultak az anyagárak, energiárak és így tovább. Infláció van, ezt mindenki érzi. Viszont több pénz nem, valahogy nem lesz a, 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 ezekre a célokra, tehát hogy nekünk ezeket kivédendő, abból a pénzből, amit 2020-ban a fenntartó, ami számunkra kijelölt, illetve 2021-ben, abból a pénzből kell ezt az infláció követő a gazdaságpolitikát folytatnunk, ami azt jelenti, hogy valahogy racionalizálni kell. Egyébként is racionalizálni kell, sok a párhuzamosság már eleve csak ebben a kis egységben is. Jó. Szabó Tibor bennyel, mint kérdezem, ez egy meglehetősen nagy impozáns hálózat, hogy te, mint a piacon lévő egyik roppant fontos szereplőnek a, a volt ügyvezetője, szerinted szükség van-e ilyen mértékű, nem is központosításnak, nem is nem hogy egy ilyen ekkora, ekkora csatahajó létrehozására a magyar kultúra területén? Most én azért inkább elemzőként Persze. szólalok meg. A, én azt gondolom különben, hogy a... a mondjuk a kulturális szintérnek a, a, szereplői szempontjából az, hogy ezek a, ezek a feladatok pont egy, egy hagyományos szerkezetű állami intézménynél vannak, vagy egy ilyen típusú alapítványnál, meg ezek a vagyonelemek, az lényegében mindegy. Tehát, hogy egyébként én nem tartom, nem tartom erkölcsösnek, hogy a közvagyont az ilyen, ilyen kvázi ngo ba szervezzük, de ez egy más típusú történés, mint mondjuk az egyetemeknek a kiszervezése. Itt nincs meg ez a, az univerzitásnak a sérülése, meg az, a kulturális élet szereplői számára egyébként, hogyha jól működik ez a, ez a rendszer, akkor valójában mindegy, mert hogy úgyis csak a nerem belül értelmeződik ez az egész. És most, ha, ha állami intézmény intézi ezt, vagy egy ilyen típusú alapítvány, az pont ugyanannyi beleszólása van különben mindenki másnak, a nyilvánosságnak, vagy a szakmának, hát ilyen bele, belátás alapú maximum. Tehát, hogy ez szerintem ennek nincs olyan, nincs olyan nagy jelentősége, és olyan értelemben is csak a nerem belül értelmeződik, hogy ha ez egyszer végül, azt úgyis úgy visszavonják, amik még akkor megvannak, vagyon elemek, vagy visszavonják a hagyományos-hagyományos közösségi tulajdon keretébe. A, az a, maga ez a, ez a folyamat, én ezt, ezt inkább egy ilyen, egy ilyen pervers folyamatnak látom, de ez nem ehhez, a, nem ehhez a konglomerátumhoz kapcsolódik, hanem ez szerintem annak az abszurd végpontja, amiről amit Lányi András úgy mesélte, hogy az elmúlt 30 évben a, a korporációk kimenekültek mindenhol a világban, az állami ellenőrzés alól ugye, ilyen önálló törvényeket hoznak, önálló pénzük van, sokszor önálló hadseregük van, és ennek a végpontja az, hogy már az állam is kimenekül, az állami ellenőrzés alól menekül ki, hát nyilván, Azért, mert ezek valójában nem politikai szervezetek, ezek, ezek maguk is korporációk, igazából, és ez valószínűleg ezért történik. Az, hogy ilyen nagy ingatlan vagyon van benne, hát az meg következik. Szerintem a ner a szerkezetéből következik, minden árucserére épülő szisztémának szüksége van egy általános egyenértékre. A ner az általános egyenérték az ingatlan, az ingatlan fejlesztésekből lehet mi, mindent csinálni, ezt tudjuk, ez így megy Magyarországon, valószínűleg egyébként a a főigazgató ő, kvázi autonómiát vásárol a, a, a törekvéseihez, a, a terveihez, az akár miéhez, mert hogy a, a hatalom az ebben a rendszerben az ingatlanhoz, meg az ingatlan fejlesztésekhez kapcsolódik, és hát ugye az ő tevékenységét így kívülről, mondjuk, nem tudom, nyilvánosság, újságok, vagy senki nem tudja befolyásolni. A saját ö, szisztémáján belüli egyéb ilyen érdekcsoportok azok igen, és attól tud egy ilyen függetlenséget. Ha ez egyébként jól működik, a, és mit jelent az, hogy jól működik, mondjuk, hogy jó célok érdekében könnyen, gyorsan alacsony adminisztrációs teher forrásokhoz tudnak jutni, meg létrejönnek, nem tudom, olyan terek, ahol, ahol érték képződik, akkor, akkor szerintem ez, mit tudom tehát hogy ez, az, hogy ez az alapítvány van, azt szerintem, azt szerintem ilyen módon mindegy, és azt érzékelem, hogy nagyon másképpen látja ezt a tevékenységet a kulturális szintérnek mondjuk az alkotói közössége, meg nagyon másképpen látja mondjuk az a közösség, akik, aki kvázi vállalkozóként vannak benne. Jó, a. három kérdés akkor ezzel kapcsolatban. Felvontad a szemöldöködet, hogy az egész a belül értelmeződik. Miért? A másik, hogy amiről, amiről Tibor beszélt itt az előbb, hogy mennyiben az ingatlan jelenti az autonómiát, a három pedig, hogy azt, amit utoljára említett Tibor, te is érzékeled el, hogy nagyon máshogy állnak hozzá a szintérnek az alkotószereplői, és más, hogy a szervezők, a tulajdonosok, tehát akik ezt üzemeltetik, menedzselik. Próbáljunk meg azért pár, pár alap, alapvektort tisztázni, vagy legalábbis próbáljunk meg egyetérteni. Kérdésekben, vagy közös premisszákban az, hogy legyen értelmes a beszélgetésünk. Nyilvánvalóan olyan nerem belül értelmeződik minden, hiszen ez a politikai realitás negyedik, kétharmad az eléggé világosá tette. A NER, mint olyan, az egy politikai realitás, ami a választópolgárok jelentős többségének az akaratával egyező módon történik. Tehát, hogy megvan az a demokratikus felhatalmazás, amit most már nem nagyon lehet letagadni. Tehát azt hiszem, hogy pont te írtad ki a, a Facebookra, ha jól láttam a Mandinár szemlét, hogy a a negyedik kétharmadból nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Tehát, van, igen. Bizárt, itt igen, tudom, csak tehát, tehát, hogy, de, le lehet vonni messze menő következtetéseket, az, hogy a nerem belül értelmezem, de az a politikai realitást. lehet utópiákat kergetni, lehet azt mondani, hogy mi az ideális állapot, én is el tudnék képzelni ideális állapotokat, el is szoktam néha képzelni. Ettől még van egy realitás, amin belül mozognod kell, és meg kell hoznod döntéseket, illetve cselekvéseket kell elindít, folyamatokat kell elindítanod. Ez az egyik. A másik az, ami, amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy én nem vettem el senkitől semmit, hanem behoztam. Tehát jelentős többlet forrásokat hoztam be az általam igazgatott, menedzselt területekre, tehát ez igaz mind a könyvkultúrára, igaz mind a kortárs irodalomra, és igaz mind a Tehát nem az történt, hogy én fogtam a nemzeti kulturális alapot, és elvettem, és azt mondtam, hogy mától így osztjuk a pénzt, ami a nemzeti kulturális alapban megy, hanem többlet forrásokat szereztem a, a a kormányzattól. Ráadásul ezeket a többletforrásokat nem osztom el, tehát nem egy személyben döntök arról, hogy ki mit kapjon vagy mit ne kapjon, hanem ezekre mindig lehető legjobb szakmai bizottságokat próbálom összeverbúválni, behívni. Tehát ez igaz, mind a fordítást, támogatásra mind a térei ösztöndíjas Kuratóriumra, mind a könyvkultúra különböző területén osztandó támogatásokra, ugyanez a könyvüzenére is vonatkozik. Tehát, hogy megpróbálom. Lehetőleg ellenségeket próbálok egymás mellé ültetni, tehát hogy akik egymással, respektussal beszélnek, tehát tisztelik a, a másik, idézőjeles másik oldalt, vagy a szeké, másik szekértából szereplőit, azok értelmes döntéseket tudnak hozni egy bizottságban, ez egy, ez egy általános tapasztalat. Tehát, hogy hogy ez, ez, ez több lett forrás, amit értelmesen próbálunk az egész magyar kultúra horizontján belül elkölteni, és én határozottan visszautasítanám azt a ki nem mondott vádat, hogy ez, 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 egy ilyen ideológiai vagy pártos alapon történő szelekció lenne, tehát az alkotóművészek felől. Ha megnézitek például a térei tehát hogy kik kapnak térei abból abban a 40 alkotóból hányan kormánypártiak és hányan vállaltan ellenzékek, akkor szerintem több, többségben vannak a vállalt ellenzéki hangok. Ugyanígy végig lehet nézni akár a Magyar Kultúra eddig megjelent számait, akár a Kontinentál megjelent számait, akár a különböző külföldi könyvásárokon reklám célból összeállított angol nyelvű kiadványainkat. Péter Gergelytől, Parti Nagy Lajoson át nem tudom, grecsóig mindenki szerepel, aki éppen friss művel jelentkezett. Tehát, hogy... Ne haragudj, egy, csak egy mondat erejéig, grecsó, miért nem lett meg a Dragomán tére ösztöndíjas? Nem javasolták, vagy nem fogadták el, nem tudom. Nem én hoztam a döntést, ezt akarom mondani. Oké, okay, csak hogy az a helyzet, hogy a középgenerációs íróknak egy ösztöndíjat létrehozni, tehát hogy önjogon azért, mert írók meg tudjanak élni, vagy legalábbis ne halljanak éhen, ebbe belekerül 40 ember, és teljesen mindegy, hogy most éppen ki kitart az elsőnek, de ebben a 40-ben nincsen benne a Grecsó meg a Dragomán, az nyilvánvaló. 45, korban. és elmondom a sztorit, azért most már itt eltelt annyi idő, hogy el lehet mondani. Ugye 30 térei díjas helyre szereztem forrást, tehát fenntartható módon 5 évre előre a magyar kormányzattól szakmai szervezetek döntöttek erről a 30 helyről, tehát volt egy nagy lista, ezt leszűkítették százas listára, és a százas listáról választottak ki a szakmai szervezetek 30 térei ösztöndíjast. Most ezt a 30-as listát, amikor én megkaptam, mint, mint főigazgató, akinek ezt ellen kell jegyeznie, akkor azt láttam, hogy a következő 15 az Remélem nem sértődnek meg az első 30, de a következő 15 mindenféleképpen ott kell lennie a térrei ösztöndíjasok körében, hiszen olyan minőséget képviselnek, tehát hogy most nem akarok neveket mondani. Hát a következő 15-ben szerepelt mondjuk a, a Kemény például, meg ilyenek, nem? Hát Kemény nem, Kemény volt az első, tehát Keménytőt minden, minden szekértábor elfogadta, vagy minden szakmai szervezet elfogadta, de Kemény pont nem, de Keményhez hasonló formátumú szere, figurák szerepeltek abban a 15-ben. Úgyhogy gyorsan átszámoltam az intézményi költségvetésünket, és felhívtam a, a, az illetékes főigazgató helyetteseket, és mondtam, a gyerekek, én most elveszek a pintől pénzt, és még 15 tére ösztöndíjas lett, illetve 45 tére ösztöndíjas. Uh, ne haragudj, Szilárd, de szóval van egy 45-ös lista, ahol te is ránézésre, aki olvastál már könyvet, látod azt, hogy a második 15-ben, vagy a harmadik 15-ben szerepelnek olyan nevek, akik, hogyha nem kapnak, az nagyjából egész hiteltainti az első 30 is. Csak nem biztos, hogy akkor, 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 azok, akik javasolnak, meg, meg, azok nem alkalmatlanok teljes egészében? Hát, akkor nem ehhez kéne hozzá nyúlni, és nem, hát, nem, valami búrát rárakni még az egészre? András, most egy olyan topikot nyitották, amiben nagyon szívesen bálok, de Szerintem is alkalmatlanak a szakmai szervezetek megítélni a, a teljesítményt, nem csak emiatt, másokból is. Tehát, hogy jelen pillanatban a Magyar Kultúrpolitikának az elmúlt három évtizede, vagy bő három évtizede, tehát tovább menve, mint az, a rendszerváltoztatás, az arról szól, hogy a különböző elitek egyeznek ki egymással, tehát paktumokat kötnek egymással. A Nemzeti Kultúráis Orgában ez tetten értető. a szakmai tevékenység, az arról szól, hogy én adok neked valamennyit, te megszavazol nekem valamennyit, és akkor az elit szintjén konszolidáció van, tehát béke van, mert mindenki kapott valamennyit. Nem az adott szakágazat. Na, de jó, oké, oké rendben, de ehhez a nerv, meg ez a struktúra sem nyúl hozzá. Én, én ültem a főváros kulturális bizottságában hosszú éveken keresztül, Isten nyugasztalja, nem akarom én őt bántani, remek ripacs volt, de a lehető leghohabb színházi szakemberek mindig kihozták, hogy Sasszi Józsefnek színházi gazgatónak kell lenni a városban. Tehát én, én ennek a kérdésnek, amióta ebben a szerepemben, vagy ebben a feladatkörömben tevékenységek a kb. 3-4-szer futottam neki, minden négyszer véres fejjel kellett hátralépnem kettőt, mert ilyenkor zár az elit, és akkor jobbról balról mind a két oldalról kapom az évet, de ettől még rajta vagyok, hogy ezt megváltoztassam. Erről szól egyébként a Magyar Kultúráit Alapítvány zárója bezára, vagy többek között. És itt kapcsolódnék vissza egy picit Tiborhoz, de a Dragomán Grecsó kérdés én szerintem ők nem szerepeltek a százalás listán, mert nem fogadták el a jelölést. Tehát az volt az első kör, hogy mindenkit, akik jelöltek a szakmai szervezetek, le kellett kérdezniük, hogy ha beszavazódnak, tehát hogy a szakma úgy, úgy dönt, hogy ők lesznek a törényi és akkor elfogadják. A nem, ez egy illemszabály volt, ennek, a, ennek a, a, hogy is mondjam, a túloldaláról tudok elég sok mindent. De, de hogy, nem hogy, volt hogy, ilyen elvben, nem tudhatták, hogy jelöltek, csak volt egy ilyen szép, finom körbekérdezés, hogy hogy ne legyen se az őzvegy, se a, a, a kezdeményezés, egy ilyen kitéve már korán a szapulásoknak, tehát aki ezt nem fogadná el, az jelezze fű alatt rögtön az elején. Hát ezt a szakmai szervezetek ezek szerint így oldották meg, amikor leültem velük, hogy akkor ez így fog kinézni, mert hogy így néz ki az ösztöndi szerkezet, akkor, akkor mondtam azt, uh, nekik javasoltam, hogy egyébként olyanokat javasoljanak be, akik el is fogadják az ösztöndiat, melyik megsporolik a következő köröket be is igazolódott egyébként a gyanú, tehát, hogy amikor Bartók Imre meg a Szőcs Petra visszadobták, a, a visszautasították a, tél, a, nekik szakmai alapon megszavazott az ösztöndíjat, akkor a szakmai szervezetek feltették a kezüket, hogy akkor ők most passz, tehát, hogy nem tudják... hogy jött be a Bart is, meg a Varró. Hát, mert akkor a, a szűk grémium, tehát az özvegy, a hagyaték gondozója, Sárközi Bence, Radics Péter, a Digitális Irodalmi Akadémia vezetője, meg én, akkor összeültünk, hogy akkor hol legyen. Vettük a, követke, a, 45 alatti listát, és hívtuk az embereket sorba. Most mondok van egy egyébként nagyon tehetséges, általam nagyon preferált író, aki egyébként ideológiailag nem azon az oldalon áll, mint én, és felhívtam telefonon személyesen, hogy akkor megüresedett egy hely, és rágondoltunk, hogy akkor ők kéne azt oda bejöjjön, és mondta nekem, hogy a, ne vegyem személyesre, de ő nem fogja elfogadni. Azért nem fogadja el, mert az ő szakmai szervezete nem állt ki mellette, nem javasolta őt be annak idején, tehát első körben alanyi jogon, és az ő méltóságát és büszkeségét most érteni az, hogy igazságon bejönjön. és akkor én mondtam, hogy respekt, elfogadom ezt az indoklást. Na de, hogy, hogy a, visszatérünk a, a Tibor felvetéseihez. Értem, ezt, hogy... értem, értem, és azt is értem, hogy mész, menni akarsz a saját agendád, meg munkád szerint, meg van egy feladatod, amit rádoztattak, és te ezt szeretnéd ellátni, de hát szóval, ilyen györnél fordult elő utoljára, hogy személyes preferenciám szerint lévő író felhívom. és... Nem, én azt mondtam, hogy nagyon szeretem ezt az írót, holott nem az én ideológiai táboromba tartozik vagy világnézeti, vagy pártpolitikai táboromban, az, hogy kit kell felhívni, azt a szűk grémium döntött el. Tehát nem én egy személybe, hogy akkor most ő kapja meg, vagy izé. Sőt, én ezekben a döntésekben, most például most a, a két év után, amikor kiszavaztak térei és beszavaztak új térei ösztöndíjasokat, abban a döntésben személy szerint már nem is vettem részt. Végigasszisztáltam a döntési folyamatot, mert kíváncsi voltam, hogy korrekt lesz-e. Ez a de... személyes döntése, hogy nem vesz részt ebben? Igen. Vagy a szabály szerint ő nem tudom Nem, tud személyes döntése. Szabály szerint gyakorlatilag, hát csúnyán fog hangzani, de eléggé teljhatalman van. Tehát, hogy bele tudnék nyúlni és senkinek semmi erkölcsi kifogása lehetne, jogszer, jogszeri kifogása nem lehet, De az azért... nem... vezethet oda, hogy a, akik a döntéshozók, a, akik ön alatt dolgoznak, azok mégiscsak azért megpróbálnak az önkedvébe járni az elvárásait, vagy amit annak tekintenek azt teljesíteni? Azért nem fordulhat elő, mert nekem az első szabály minden ilyen kollégium vagy szakmai kuratórium összeállítás, az első mondat, amit elmondok, hogy olyan döntéseket kell hozniuk, amiket meg is tudnak védeni. Én nem fogom megvédeni az ő döntéseiket tehát hogy le, figyeljenek oda, hogy én aláírom, tehát láthatom, aláírom elfogadó döntéseiket, de nekik kell megvédeniük az adott döntést. Nem viszem el a balhét mások helyett. Egyrészt, másrészt az ő felelősségük, ez hozzák azt a döntést. És ki kell megvédeni? Itt jön a szakma, a szakma előtt és a szekértáborok előtt. Tehát, hogy akkor legyenek szívesek olyan konszenzális döntést hozni, amit jobbról balra meg tudnak védeni, vagy legalábbis kielégítő módon tudnak argumentálni a döntéseik mellett. A, ez ugye többnyire ízlés vita. tehát hogy nem egy objektív mérőszám, vagy objektív mérce alapján meghozható döntéshozatal, tehát nem objektíve, nem igazságos, nem lehet teljesen igazságos. Az ízlésviták, azok megnyerhetetlen ízlésviták, ezért általában többséget, vagy valamifajta konszenzus kell tudni teremteni mögéjük ezt pedig azok tudják meghozni, akiket a szakma elfogad, mint az döntéshoz, Ezért állítom fel így ezeket a bizottságokat. Én az, az én személyes ízmésem az, az a, uh, eléggé szigorú, ebből lett is egy nagy balhű. A az érdekesen vágott interjúja után. Um, Most jelzem, hogy ez nem lesz vágó. Jó. Tehát, hogy, hogy uh, az én személyes ízlésem alapján azért jóval kevesebben kapnának uh, akármilyen alkotói vagy előadói éppen ezért nem hozok döntést, mert az én személyes ízlésem az az én személyes ízlésem, azt nem akarom beöltetni senkire. Azért azt mondjuk kötve hiszem, hogy egy, egy um, ekkora szervezet tetején csörgő ember személyes ízlése azért ne csarogná át magán a szervezeten. Uh, 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 én, én próbálom belevinni teljesítmény a teljesítménykényszerte rendszerbe, és teljesítmény alapú ítéleteket kérek a különböző kuratóriumtól. Tehát, hogy őszinte legyek, és egy kicsit vulgárisabban vagy szabadszájúban fogalmazom, magasról lesz szó, hogy ki mit, miről mit ír, mit dalol, mit nem tudom, mit csodál. Tehát az a része nem érdekel, hogy ő mit akar mondani, az, az ő alkotói szabadsága. Hogy mit akar mondani, én is kikérném magamnak, ha valaki azt mondaná, hogy írjak most NER kurzus regényt, nem tudom, Orbán Viktor dicséretét. Ha úgy érzem, hogy ezt kell írnom, azt megírom. De ha nem úgy érzem, akkor nem lehet az én alkotói szabadságomat ilyen szempontból korlátozni. Következésképpen én sem várom el. Azt várom el, hogy a jelenlegi tudásunk, kritikai tudásunk alapján a lehető legjobb minőséget és teljesítményt uh, uh, próbálják meg közpénzből támogatni. Tehát, hogyha mondok egy kicsit abszurd példát, ha Bródi János pályázna a Petőfi Kulturális Ügynökségbe, és én hozhatnék döntést erről a pályázatról, akkor becsukott szemmel megszavaznám Bródi Jánosnak a támogatást, azért, mert a teljesítmény, amit ő az életművével letett az asztal, az respektábilis, tehát elismerni való. Független attól, hogy miket ír a facebook Facebookjára, vagy éppen hol harcol a szabadság. Fotózkodott is veled. Persze. Ott volt Szörény is, Bródi is, aztán a utána már nem tudtam még egyszer összehozni ezt a zaránypárost egy fotó erejére. Jó, mi a cél? És akkor itt visszakötnék egy kicsit Tiborra, Renál ügyére, ez egy elbeszélünk mellette, hogy az ingatlan én, vagy az ingatlan fejlesztéssel én autonómiát vásárolnék, nem kell. Nekem az ingatlan fejlesztés az nyűk. Ez volt az első a dolgom, amikor bementem, hogy nem szeretnék ingatlan fejlesztéssel foglalkozni. Aztán ez a feladat is megtalált. Uh, nem kell nekem autonómiát uh, vásárolnom, mert az én autonómiám az az, ilyen én személyemben van. Tehát, hogy én, én, úgy feltételekkel vállalok el munkát. Tehát, amikor a miniszterelnök úr felkért, és utána Kástlán miniszter úr felkért, hogy, hogy vállaljam el a Petőfi Irodalmi Múzeum nem volt semmi, se Petőfi Irodalmi semmi, akkor én egy dolgot kértem, csak nekik kelljen uh, beszámolnom és elszámolnom, nem akarok államtitkárokkal és főosztályvezetőkkel hátrafele kardozni, vagy hadakozni. Nem is vagyok hajnodó államtitkárokkal is, főosztályvezetőkkel hátrafele kardozni és hadakozni. Uh, tehát, hogyha úgy tetszik, teljhatalmat kértem, hogy a saját belátásom szerint csinálna a dolgokat, tehát nekem nem kell autonómiát teremtenem. Ami viszont a cél, és ez a politika természetéből adódik, hogy a magyar kultúra ügyét egy picit próbáljuk meg konjunktúra függetlenebbé tenni. Mert ugye a konjunktúra arról szól, hogy négy évente van ilyen vagy olyan kormányváltás, mindig vannak új felelősök, államtitkárok, miniszterek, főosztályvezetők mindig vannak, új részérdekek, akkor most mi jövünk, akkor most ők mennek, nem tudom micsoda. És a négy évente elkezdjük rángatni azt, a, azt az ágazatot, ami, amiben eleve hosszú távfutásra kell be, berendezkedni ahhoz, hogy a nemzeti kulturális identitásod versenyképes maradjon, akkor ezt meg kell ez próbálni. ezt a mondatot azért értelmezzük. Nemzeti kulturális identitásunk versenyképes Igen. maradjon. Ezt nem tudom értelmezni. Az elmúlt hát, nem három tudom, évtizedben. Az identitás, hogy lehet versenyképes? Hát, mert identitáspolitikai hát. élünk, azt látjuk, és az elmúlt három évtizedben az én megállapításom szerint nem biztos, hogy ez kövevésett igazság. De a, ma a magyar kultúrán belül ugyanaz történt, ami egyébként a politikán belül is, meg a gazdaságon belül is, hogy mint a váltunk, tehát váltunk, tehát megpróbáltunk megfelelni a különböző nyugati trendeknek. Uh, eléggé szolgai módon, vagy kritikátlanul vettük át ezeket a nyugati modelleket. Uh, és megpróbáltunk mondjuk németebb bírók lenni a német íróknál, akik ezt a versenyt indulásból megnyerik, vagy brit popabbak lenni. A most kiről beszélünk? Kultúra szereplőiről beszélek, az alkotóktól. Elő, Megírók például, aki ilyeneket. Mindig mire, ezt kérdőmozók, de nem mondok neveket, hanem mert mert akarom ezt így igazságtalanul teríteni. Van olyan magyar írónk, aki német író akar lenni. Több. De mindegy, tehát, hogy mondom, nem akarok neveket mondani, és én úgy gondolom, ez az én alapállásom, és akkor látom, hogy Tibor már felgyűrte az ingóját, hogy a mi kulturális identitásunk, tehát a mi nemzeti kulturális identitásunk az a mi hozzáadott értékünkből karakterizálható, tehát meg kell nézni, hogy mi az, ami a saját önazonosságunk lényegét adja, mitől vagyunk mi mások, mint az összes más nemzeti kulturális identitás, és ezt kell erősíteni ahhoz, hogy az európai, nyugati, majd később a világpiacon mi versenyképes termékeket tudjunk előállítani. Tehát K-pop fiúbandát Budapesten alapítani elég értelmetlen, mert azt a dél nyerik meg ezt a versenyt. Jobb K-pop fiúbandákat tudnak rakni, összerakni. Azt kell megnéznünk, hogy az adott szcénában, mondjuk ez a popzene, milyen olyan a zenekarok vannak, vagy hozhatóak létre, amelyeknek van egy sajátossága, ami miatt eladható az a termék. Tibor, a az újadnál tartottunk. Kicsit zavarban érzem magam, azért most mondani fogok, mert egyébként alapvetően ez a, ez, a, nagy piramis, ami, ami létrejött, engem riaszt. Majd elmondom, hogy miért, de, de ugyanakkor azzal az kell csak kezdenem, hogy mondjuk így a kulturális élet szereplői, és nem az alkotói oldal felől nézve, ez az a rendszer a nőn belül nagyon-nagyon jól működik. És ennek látszik, hogy az az egyik oka, hogy Egy csomó más területtel szemben, itt van egy állandó visszacsatolás. Ezt az alkotók sokszor különben nem tudják, hogy hogy egyébként a, a az írott kultúra területén ez biztosan így van, hogy a, a, a szilárdot érdekli is, hogy mit mondanak a cégek, meg ők maguk is keresik a, a, a kapcsolatot. És a, a döntések meg ugye miről van szó egy ilyen, ilyen államigazgatási folyamatban, hogy ugyanazok a feladatok íródnak újra és újra és újra, de hogyha ha hibák nem javítódnak ki, mert nincs informális visszacsatolás, akkor elúszik a az egész. És ebből a szempontból ez a rendszer jól működik. Én olyan a, a, kollégáktól, a tisztségviselőktől, meg a tulajdonosoktól, a cégektől ilyen, ilyen, ilyen bizakodó véleményeket hallok. Ami miatt, ugye viszont elmondom, mert szerintem Szerintem nem, az a, nem, az a, hát nem problémás az, hogy ki kap térei ösztöndíjat, tudom, ezek hülyeségek, ezek 20 éve, meg 30 éve, ugyanezek a viták, úgyse lesz teljes konszenzus ebben, de nincs is nagy jelentősége. Van viszont két dolog, ami, ami, ami problémás. Az egyik, hogy, a, hogy hát ugye az egy szervezetelméleti összefüggés, hogy minél centralizáltabb egy rendszer, annál gyorsabban öregedik, mármint hogy nem az öregedés az nem az, hogy a benne lévőknek az életkora nő, hanem a, a ICC-CADISZ-Féle öregedény is, hogy tudni a, 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 ezek a ezek a bürokratikus rendszerek, ahogy telik az idő, minél centralizáltabb, annál gyorsabban történik meg az, hogy az energiáiknak egyre nagyobb részét a saját lecserélhetetlenségüknek a bizonyítására fordítják, és egyre kisebbet konkrétan a, a, a feladatra. És hát az ilyen nagy, nagy egységesített, centralizált rendszereknél ezt a szilárd nyilván vagy fogja érezni, amikor ez eljön, hogy hiába van, egyre többen be, ugyanazok a feladatok egyre lassabban végződnek el. Ez az egyik, a másik meg ez az elvi dolog, ami, ami mögötte van, ami, ami, számomra mondjuk egy bizonyos pontokon kifejezetten félelmetes, hogy itt, ugye miről van szó az, hogy létrejött egy kultúrstratégiai, szuperintézmény ez nem az első kísérlete volt különben a Fidesznek, hogy már, már, korábban megpróbálták, az ami már nem tudta ezt, ezt végrehajtani, mindenféle ez a Magyar okok, Művészeti akadégia, csak ma, a hallgatóknak mondjuk. Mindenféle, mindenféle okok miatt, és azt, a, a, azt nem lehet nem elismerni, hogy ez Magyarországon egy politikai innováció. Ilyen nem volt. Eze, erről a kérdésről nem gondoltak semmit. Az volt a mondás, hogy a kultúrában úgyse lehet választókat venni meg, nem tudom. És itt egy jött egy gondolat, ami igazából én szerintem az nem is valójában nem is a Szilártól érkezett, hanem a kommentár körének a, a, a kutatóitól, a Békés Márton vezetésével, akik egyébként visszautalva Orbán Viktornak a szakdolgozatára, azt meg lehet nézni a második fejezetét annak, hogy az miről szól, hogy kitalálták, hogy pont fordítva van az egész, nem hogy a kultúrával nem lehet szavazatokat venni, hanem a gondolat az, az Antonio Gramsci nevű olasz kommunista filozófusnak a hegemónia elvéleté építve, hogy kultúra nélkül nem lehet megtartani a hatalmat. Hogy ezekben a modern társadalokban csak akkor lehet stabil, hosszú távú nagyvárosi körülmények között stabil, hosszú távú politikai hatalmat fenntartani, hogyha aköri egy, egy, egy kulturális korszak épül. És az, hogy ez, a, ez, ilyen, ilyen típusú lehetőséget, forrásokat, figyelmet kap, ami egyébként korábban nem volt, az, az véletlenül összefügg ezzel a, ezzel a gondolattal, hogy egy funkciót talál, hogy egy funkciót talált a, 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 kultúrpolitika, és ilyen értelemben ezt a, ezt a piramist, amiről, amiről, itt a Zalán is beszélt, valójában ugye a Szilárd a nagy, a nagy politikai piramisba építi be, a probléma -e ezzel mi számomra, mert ezzel önmagában, amit most még elmondtam, nem feltétlenül kellene, hogy legyen. A, a probléma az, hogy, hogy elmögött most már azért egy nagyon komoly ilyen, ilyen filozófia, politika, elméleti Ilyen, ilyen háttérmunka van, ami viszont, ami viszont egy ilyen ellenforradalmi, akármicsoda. Tehát ugye a, a Békés Mártonnak. Hát most én, utoljára, szó szerint, szó szerint él ezzel a kifejezéssel? Utoljára, a, a, a tavaly harmadik számon a kommentárban írta meg részletesen, hogy igazából itt a cél az, hogy ami van, kulturális berendezkedés, azt le kell cserélni egymásra. És ez a, ez, a fajta, ez a fajta ilyen. És hát mi ez? Ez egy antikonzervatív támadás, ugye? Nem a meglévő izinek a fenntartása, hanem egy egy, egy egy ilyen forradalmi, egy ilyen mindent elsöprő, megváltoztató, egy egy új dolognak. Ami egyébként magában a kultúrában, hogyha azt nem csak művész, az alatt nem csak művészeti kultúrát értünk, akkor igazából az megtörtént. Mert ugye mi, mit mond maga a Békés Márton is, meg egyébként többen, hogy ez a kultúra, ez igazából, itt nem csak arról van szó, a Gram hogy a, milyen verset írnak a költők, hanem ezek, ezek, szokások, ezek, ez egy nyelv, ahogyan beszélünk a világunkról. Meg a, és ez igazából megtörtént. Az emberek úgy beszélnek a világról, azzal a szótárral, amivel a Fidesz akar, hogy beszél. A művészeti kultúrában ez még nem történt meg. Na most, hogyha és ugye a, a Békés Márton ennek az alapítványnak az egyik kuratóriumi tagja lett. Na most, hogyha ez azt jelenti, hogy hogy a, ugye gramsci van egy nagyon fontos fogalom, a behatolás. Az azt jelenti, hogy jössz erővel, és megváltoztatod valaminek a belső szerkezetét. Na most, hogyha ez egy ilyen offenzív dolog lesz, az, a, 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 hát az engem érthető módon de, riaszt ez a, ez a, gondolat. De mondom, maga itt ez a, ez a kvázi egy ilyen állami vagy egy ilyen bürokratikus rendszer, meg hogy ez, ez, hogy működik, ez, nem lehet nem elismerni, hogy ez a csomó minden más töletnél sokkal, sokkal jobban működik. Pécs, csak akkor e, pici, igen. 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 Tehát, hogy a, nem, nem, az én feladatom megvédeni Békés Marcit, akit egyébként én hívtam be a kuratóriumba. Uh, neki legalább ugye van gondolata, ami ez. Nekem is. Tibor, sok. Tibor példáján keresztül is látszik, hogy visszanyúlnak az emberek. Tehát Márton kifejezetten azért kértem be a kuratóriumba, vagy azért hívtam be, azért javasoltam a kuratóriumba, mert egy intellektuálisan bátor ember és inspiráló. Tehát, hogy egész egyszerűen jó az, hogy az embert elgondolkodtatja. De a kuratórium többi tagját is. Az meg... egyik első kötetét egyébként Tibor mutatta be. én nagyon szeretek Marcival beszélgetni egyébként. mindig maradok valami többlettel, vagy elgondolkodtat, és akkor utána rákattam A másik, a többi kurátort is akkor már mondjuk el, tehát, hogy úgy raktuk össze a kuratóriumot, hogy, hogy a, a bent van Banai Péterben, ő az államháztartásért felelős államtitkár, nem azért, hogy pénzt szerezzünk, hanem azért, mert ő az, aki minden fillér elköltését megnézi, és megkérdezi, hogy biztos, hogy ezt így akarod csinálni, tehát elképesztően figyelmes és aprólékos ebben a, a pénzügyi fegyelemre szoktat bennünket kultúra különböző szereplőit, és erre, erre a pénzügyi józanészre nagyon nagy szükségünk van. Závodján Magdóna a Nemzeti Művelődési Intézet igazgató aki tíz éve a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül képezi a 3154 település közművelődési munkatársait. Tehát elég világos képe van, mi történik a, a végeken, tehát szerte Magyarországon, illetve a határon túl is. Illetve még Kelemen László, aki a Hagyományok Házának volt a főigazgatója 20X éven keresztül, most az erdélyi hagyományok házarendszerét kezdi feltenni, ami nyugdíjban megy, ő pedig azt ismeri, hogy mi történik a népi kultúrában. Tehát, hogy akinek van tapasztalati tudása, az, 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 biztosan ő mindenkit ismer, és tudja, hogy pontosan mi történik, illetve hát szerintelenségem vagyok az ötödik. Ez az öt ember öt különböző területről jön, és nagyon izgalmas kuratóri vannak egyébként, mind az ötnek megvan a maga karaktere és autonómiája, vagy szabadságfoka ahhoz, hogy hogy a ne szavazógép legyen a kuratórium ülésből. Tehát ez a, ez a, azt így, így, így gondoltuk alkalmasnak és jónak erre az egészre. Amit meg, a, meg a Tibor mond, hogy, hogy, nagy rendszernek a kis rendszere és politikai és ideológia és nem tudom micsoda, ez nálam sokkal egyszerűbb. Tehát független attól, hogy filozófus végzettségen rendelkeztem, rendelkezem, és dolgoztam is a szakmában tizenik éven keresztül. Egészen odáig elmenni egy szakfilozófiai feliratot szerkesztettem, tehát lehetetlen szövegeket próbáltam rendbe rakni. nekem az egzisztenciális tapasztalatból indul ki az egész kultúra szervezői, menedzsmenti tevékenységem. Ugyanis mi a román kommunizmus alatt, a romániai kommunizmus alatt egész pontosan megéltük azt kicsikben, ami most nagyban várható, hogy két generáció alatt eltűnhet, uh, eltűnhet az, ami természetesnek, amit természetesnek érzel. Tehát az anyanyelvi kultúrát, a városaid, a szimbolikus tereit, tehát hogy egész egyszerűen ezek elfogyhatnak. Uh, nyelvet válthatsz két generáció alatt, ha nem figyelsz oda. Tehát, hogy ez van most az Székely helyen nem következett be. Ott nem, pont nem. A több magyar vidékek azok még tartják munkat, ezt az alatt földet értem, de bekövetkezett Nagyváradon, amit mi hagyományosan még mindig magyar városként gondolunk, az már nem az. Nagyjából bekövetkezett Kolozsváron, az éppen a szempontból teljes mértékben elveszítettük. A, a régióból nagyjából az összes települést Aranyosgyérestől lefelé elveszítettük. Maros vásárhely ingadozik, tehát hogy ott még, még, még front van, tehát hogy most a, a magyar Ebben most ne kezdjünk bele, akkor ma csinálunk Csak e hogy van, van, e van egy ilyen egzisztenciális tapasztalatunk, hogyha ezt az anyanyelvi kultúrát nem szervezett úgy, hogy a kultúrához való hozzáférés minél szélesebb körül legyen, akkor egész egyszerűen elveszíted az anyanyelvi kultúra hordozóit. Ezt megéltük Erdélyben, mondom, nem kellett hozzá száz év sem, sőt, kevesebb. Egész egyszerűen ez fog történni. Ha már említett Bodor Ádámmal, azt hiszem, hogy említettem éppen, de hogy vele nagyon csúnyán összevesztünk Kolozsvárról, mert én, mert én, azt a balkáni Kolozsvárt imádom, még az ő fejében a református Kolozsvár él, de az az 50 ezer magyar, aki ott van. 67. Tessék? 67. 67, igen. Nagyságrendileg ez az, 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 az nem elveszett, azt nem, az Nincsen. nincs, olyan, nem lehet megtalálni őket. Azok bírnak kultúra szervező erővel is. A rengeteg energia és pénz a igen. De a, a, az a típusú magyar kolosvár, amit, amit mondjuk Bodor Ádám még szeret, vagy Tamás Gazi még néha úgy emleget, hogy, hogy volt, a Gazinak azért sokkal realistább a kép ebből a szempontból, az már nincs. Tehát, hogy ilyen különböző kis zárványok vannak, a különböző intézmények köré szerveződve, de az a... Az, a... Hát az, egész már szintén többször említett Grecsónak a teljes életműve arról szól, hogy, hogy az a falu, az a délalföld, az a még, az már nincs. Jó, csak az az anyám. Kultúra... Sőt, az irodalom az alapvetően erről szól, mint anyanyjávi... a követő üzemmódban vagyunk, hogy az eltűnt idő nyomában. Az anyanyelvi kultúrán belül történő változás, az, az, teljesen más, mint amikor az anyanyelvi kultúrát tűnik el és nyelvet váltasz, és kultúrát váltasz. Tehát a szorványosodás és az asszimiláció az rettenetes nagy veszély. És hogyha a, a saját kulturális identitásunk ebből a szempontból nem erős, akkor mi is asszimilálódni fogunk egy olyan, nem tudom, identitáshoz, ami pontban még, még nem nagyon körvonalazott, hogy mi, de hogy nem a mi életünk, az biztos. Tehát nekem ez a, ez a félelmem, mondom, egzisztenciális félelem, és én, én mindig innen vezetem a stratégiai gondolataimat, nem gránszcsiból. Visszatérve a kultúrpolitikára kicsit, mondta több félképpen is, hogy próbál túlépni itt a szekértáborokon, nem szeretné az, hogy, hogy, az legyen a kultúrpolitika lényege, hogy, hogy most mi jövünk, hogy most a saját pártunkból teszünk mindenhova embereket, és hogy az ösztöndiak elosztásánál, meg pozíciók elosztásánál figyel arra, hogy a úgymond másik oldalról is kerüljenek be emberek. Erről most kicsit nekem azért eszembe jutott egy olyan előzmény, ugye ami a, még az előtt történt, mielőttön lett a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, ugye Prőre Gergely például tulajdonképpen hasonlóval próbálkozott, és pont ezért kellett neki távoznia. Ugye a ő távozását ugye megelőzte az, hogy a, egy cikk támadta éppen amiatt, mert úgymond a liberális és kormány ellenes íróknak ő, ő teret adott, és ezután váltotta őt le, ugye Kászlánik Miklós, hogy tulajdonképpen az a kérdés, itáljuk hogy mi, meg, a, mi itáljuk, a között... Kérdezzük meg, kérdezzük meg, Szilándot arról, mm -hmm. hogy ő, hogy ő így gondolja elődjének menesztésének történetét, hogy ezért kellett távoznia. Picit de valóban nem tudta megvédeni ezt a tágranyitott kapuk kultúrpolitikáját, vagy pimes politikáját. Éppen ezért, amikor engem kértek fel, akkor én tisztáztam jó előre a döntéshozókkal azt, hogy számomra nemzeti kultúrának számít az, vagy nemzetinek számít az, aki független attól, hogy melyik pártra szavaz, amit gondol a világról, anyanyelvű, olvasó, befogadó van a szem előtt, és azt szeretné, hogy száz év múlva csak magyarul anyanyelven a, olvassák az ő műveit, és innen kezdve én ezt, ezt, nevezem nemzetinek. Nem azt, aki a, a, Fidesz logóval a szíve fölött első sorokban menetel bárhol, és ezt elfogadták, és innen kezdve előre kivéttem az ilyen típus után, kapom az évet egyébként mai napi bőszen ebben a történetben. Ugyanaz a szakás Árpád, azt az is ugye megtaláltad. Meg, persze, de hát tudtam, hogy meg fog találni, csak hát uh, én, én egy uh, rockzenész vagyok, mondom, hogy szeretnék lenni, tehát, hogy én beleállok ezekben az utcai verekedésekben is, és nem nagyon lehet engem kibillenteni a, az egyensúlyomból, ha biz, biztos vagyok abban, hogy ez a cél, amit én követek, az jó. Tehát, hogy azt visszaigazolják, hogy jó irányba megyek, akkor nyilvánvalóan megyek tovább. Én a prülét sem úgy ismerem egyébként, aki nem tud visszaütni. Hát tényleg volt egy forradalom, ami, ami őt elsöpörte, és ennek a forradalomnak én alapvetően, nem látom célját, főleg miután Szakács Árpád megtért a mi hazánkhoz. hogy nagyon őszinte, hogy én sem nagyon láttam a célját, mert hogy... És úgy, hogy a, mindeközben kultúr... Bajer Zsolttal, tartott mutatott. Jó, hát ez meg kell beszélni Zsolta vagy Zsocával, tehát ez az a, az a történet. Valakinek cseng a telefonja. Nem a telefonja cseng szerintem, hanem a kaputelefon, én, a kaputelefon cseng. Telefon, ezt a részét ki fog, ez, ez az az egyetlen rész, amit kivágunk a... a jó, szóval ez ezt a szakácsápet bajjá Zsocás kérdést, ezt Zsoltal kell tisztázni, tehát én nem fogok én helyette érvelni. Még van, van egy invitáció, mondjuk, hogy nekem valaminek még nem tette leget, tehát ez nem hiszem, hogy a közeljövőben erre sor kerül. Tehát, hogy, hogy én ebben az egész, az egész prülés, én, én azt láttam, hogy, hogy Gergő ott, ott uh, nem követett el hibát, mert ez az ő habitusából fakad, hogy neki át érvelni. Tehát azt gondolta, hogy ez egy racionális vita, és racionálisan megnyerhető, miközben látszott, hogy ez nem egy racionális vita, nem zsigeri uh, támadás sorozat. Részigasságokkal, meg túltolt uh, uh, értelmezésekkel, tehát, hogy ott, ott voltak kontraproduktív részek is benne. De önmagában a Szakács Árpád féle sorozatot azért nem bántam, mert rengeteg ilyen elhallgatott traumát, vagy fekét, vagy nem tudom, problémát, vagy ilyen, ilyen frusztrációt szabadított fel, és elkezdtek róla vitatkozni az emberek. Tehát hát a hát hogy egy képviselő ventilál bele a világba, az például roppant fontos tényleg valóban. Ez a frusztrációnak egyfajta felszabadulás. Hát, nem, aztán. azért, azért volt. Van. van hát azért most, ha nagyon őszinték vagyunk, azért a, az elmúlt mondjuk 50 évtizedben a, a kulturális döntéshozói pozíciókat azt nem, nem, hogy is mondjam, igazságosan osztották el, fogalmazunk finoman. Oké, okay, Szilárd, csak a, a minden, amiről te beszélsz, én egyfelől azt gondolom, hogy identitást nem lehet ö, ö, felülről megképezni. Hát nem is azt mondtam. Lehet csomó mindent ö, teremteni, ami egzisztenciális jav. Nem, én és az, az lehetőségeket nyitok ki és infrastruktúrát biztosítok ahhoz, hogy ez megerősödjön, de nem, nem indoktrináció folyik. Tehát ez nagyon fontos, mert ezt én is tudom. És a, a másik, többször utaltál a rockzenész mi voltodra, az én fiatalkorom legszűkebb közege, és a magyar nyelvre legnagyobb hatással bíró, Terület az a Neo-Avangártól az a, a, neo a 80-as évek undergroundjáig terjedő időszak, hát amögött nem volt, nemhogy állami szponzoráció nem volt, de elnyomás volt vele Igen, szemben. Hát ez ez, ez, a, ez, a, ez egy nagy vita mai napig, tehát hogy benne a popkultúrán pop belül nagy vita, hogy, hogy szabad-e állami eszközökkel hozzányúlni ez a, ez a szabadság az úgymond. Tehát, hogy szabad-e direkt módon beavatkozni a magyar könnyű szabad-e kvázi piacvédelmi szempontokat. Én azt érőség, csak nem azt érőség, mondom, hogy szabad, mert szerintem mindent szabad, és mindennek az ellenkezőjét szabad, csak hogy ami a legnagyobb hatással bírt a, a rendszerváltás utáni korai időszakra, a mai napig a sajtónyelvre, mai napig a politikára, az egy olyan világból érkezett, amit nem is látott a hivatalos politika. Hát Vagy hát. látták, csak éppen le akarták folytani. Hát szerintem a kulturális részét nem látták, szerintem ennek a, a megbízható, tehát a Szőnyei könyvéből az jön ki, hogy ennek nem látták a leágazását. Mondjuk. Anny annyira azért nem voltak buták a kommunisták sem. Uh, nézd. Hát Tóth Dezsőből kiindulva, de. <laughs> Jó, voltak köztük buták is, de voltak azért köztük okosak, meg sokat emlegetett acél az, az egy okos ember volt a maga módján. És hatékonyan tudott dolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy példaképként tekintenék rá, mielőtt még ezt így értelmeznétek, sőt. Ez lesz a cím. Igen. De hogy, hogy a, ezt a liberális lélemi vezéreknek egy része azért az én szememre veti, hogy nem úgy dolgozok, mint a cím, mert bezzeg a célt megbecsülték a művészek engem meg nem, vagy, vagy másképpen viszonyok hozzájuk. Tehát, hogy Acél megadta a tiszteletet, meg olvasott, meg érzékeny, a lófaszt. Bocsánat. <kül> Na mindegy. De ezt, ezt a vitát nem is akarom kinyitni, mert egész egyszerűen úgy gondolom, hogy most 2022-ben és nem 1990 előtti időszakban akkor az Tehát volt Már a... nem a vas és a célország. Nem. Nem, a... nem, <laughs> nem, a, nem, nem a dupla és a célországa, hogy akkor már egészítsük ki a képzavart rendesen. a képzavar lesz, hanem ilyen De hogy... múlt De hogy most, most, van egy másik kontextus, tehát hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, kinyílt a világ, a mindenfajta olyan globális stream platformokon keresztül elérhetők mindenféle tartalmak, amelyek 90-es évek előtt nem voltak elérhetőek. A mai zenész gyerekek elképesztően gyorsan tudnak tanulni, akár YouTube-ról, tehát nem kell hivatalos vagy formális oktatás keretén minden, minden és tudásra nem ez hozzáférnek. Tehát egy másik típusú világban élünk, megváltozott a kultúrafogyasztás is teljes mértékben, tehát most már jelentős mértékben online történik, tehát felköltöztünk a, a úgy tetszik a virtuális térben ezekkel kell kezdeni nekünk valamit, mint állami szerepvállaló vagy közfeladat ellátó alapítvány. Tehát, hogy megváltozott kultúrafogyasztási szokások okán is, de oda kell arra figyelni, hogy hogyan tudunk minél szélesebb körbe, mi, hogyan tudjuk minél szélesebb körbe hozzáférhetővé tenni. És így, ezt azért bevállalom a magyar kulturális tartalmakat. Tehát nekem nem azért fontos a magyar kulturális tartalom, mert úgy gondolom, hogy jobb, mint a román, vagy a szlovák, vagy bármelyik másik, hanem azért fontos, mert ez a miénk, ilyen egyszerű. Szalán, Tibor. Ez milyen jó hangzott így egymás után. Egy teljesen más témára még visszatérnék az ingatlanok és a azzal való rendelkezés. Ezt, ezt a kérdést szerintem érdemes tisztázni, hogy szabadon rendelkezést ír a kekva törvény. tehát azt írja, hogy a kekvák az tulajdonokban levő vagyonelemekkel szabadon rendelkezhetnek, és az állam elővásárlási joggal rendelkezik ezekre. Ezt, ezt segítsen értelmezni, hogy ez akkor azt jelenti, hogy Mindenféle vagyonelemet el is adhat, mérbe adhat ugye annyit ír a törvény, hogy a felelős gazdálkodás keretén belül lehet ezekkel rendelkezni. A mi határozza meg? Egyrészt van az elidegerítési tilalom, tehát nem úgy van, hogy a holnap eladom az Andrássy Palota ránk részét. Másrészt ezért van a vagyon ellenőr, aki arra figyel, hogy a vagyoni, vagyoni, érték az nem csökkenhet. A szabadon rendelkezés az viszont azt jelenti, hogy van egy alapítványnak, van egy kuratórium, egy ötfős kuratórium, aki dönthet azonos a, bizonyos kulturális célú ingatlan hasznosítás. És ez a fontos, hogy kulturális célú ingatlan hasznosítás. Tehát az összes ingatlan, ami, ami hozzánk került, az kulturális céllal hasznosítható csak. Tehát, hogy én nem tehetek az Andrássy Palota, úgy gondolom holnaptól, nem tudom, vendéglátóipari egységet, és azt mondom, hogy akkor holnaptól ott vendéglő van, azt csókolom. Uh, tehát, hogy megvannak ezek a, ezek a megkötöttségek, azon belül viszont a kuratórium felelőssége, hogy milyen megvalósíthatósági terveket fogad el, ezért a koncepcióalkotásba szakmai szervezeteket is bevontunk, építési irodákat is bevontunk előzetesen, tehát megy az úgynevezett brainstorming, tehát ötletelünk is nézegetjük. Például visszatérve a hajógyári szigetre, ott egy új helyzet állt elő, a tavaly össze találkoztam tüttők, a főpolgármester helyettes asszonyja, aki, akit elkísért a budapesti főépítész és főkertész, hogy az óbudai, tehát a hajógyári sziget kapcsán próbáljuk megegyeztetni az óráinkat, hogy mi a főváros elképzelése és mi a mi elképzelésünk. És nagy meglepetésemre az derült ki, hogy a főváros által rendelt tanulmány alapján a főváros úgy gondolja, hogy az ipari műemlék, műemlékeket, tehát azt a területet, ami a Petőfi Kulturális Ügynökség tulajdonába került, azt bizony be kell védeni árvízvédelmi szempontból. Tehát, hogy a korábbi szabadságharcos álláspontjuk ebben a szempontból legalább ennyire módosult, és ez azért már más kérdés. Tehát, hogyha árvízvédelmi rendszert lehet az óbudai, tehát a hajógyári sziget déli részére, ahol vannak az épületek, felrakni valamilyen formában úgy, hogy ne toljuk rá vizet Óbudára, tehát hogy nyilvánvalóan senkinek nem célja ott az óbudai polgárokkal összebalhézni csak egy ilyen projekt miatt, tehát hogy ez megoldható, ez nem az ilyen döntési kompetencián ez a kormányzat és a főváros meccse lesz, de ha ez megoldható, akkor ingatlan fejlesztési szempontból megváltozik az optikája. Tehát jelen pillanatban én azért nem tudnék például a hajógyári szigetre ingatlanfejlesztőket, tehát külső forrást behozni, mert egyszerűen senkinek nem érdeke ingatlant fejleszteni, hogy bármikor ellephet a víz. Az, az ez... elővásárlási jog tulajdonképpen milyen nem véd? Akkor, hogyha... és az elővásárlási jog az ellencsét, a... Hát, hogyha úgy gondolja a... az aktuális kormányzat, tehát mondom, hogy konjunktúra függő a... még valamilyen szempontból ez is, vagy éppen lesz egy ellenzéki kétharmad, és azt mondják, hogy akkor az összes kekvát meg kell szüntetni, mert ez kétharmados kérdés, tehát az összes kekvát meg kell szüntetni, akkor ne lehessen az, hogy utolsó pillanatban a kekvák megszabadulnak, úgymond az ingatlan vagyontól, tehát hogy kimentik az adott adott vagyonelemet, tehát az állam mindenkoron elsőként léphet be ebbe a kérdésbe. Mert most nem csak az ingatlanokról beszélünk, hanem minden típusú vagyonelemről, amit a kekvák kapnak, tehát hogy... Ebben, ebben a szempontból garantálják azt, hogy a közvagyon az nem vészel, tehát hogyha helyzet csak lehet, van. Valakon. Nem, még, még csak ez fenntartóváltás, nagyon egyszerűen. Jó, szerintem kiberítőek voltunk. Itt a több mint egy óra volt. Valakiben benneket még valaki, valami, ne, ne legyen ilyen. Nekem az még eszembe jutott, hogy ö, ugye az, az írót kultúra, most csak a kultúrának erről a szegmenséről beszélve, az, az megtermel egy csomó ilyen hasznos dolgot különben a társadalomnak, is nagyon olcsó nyelvi készségeket, meg bölcsességet, egy csomó felismerést, de hogy ezek csak akkor tudnak létrejönni, hogyha egyébként az alkotóknak ilyen nem szép szpészeik, hanem ilyen, ilyen autonómia pontjaik vannak. Hogy tehát, hogy a, az, tudom én, az állam, vagy akár micsoda, a szellem magában nem akar belenyúlni, mert abban a pillanatban, ahogy azt megpróbálja irányítani, a tartalmat, meg mögötte a szellem az autonómiája elvész, és ez a fajta ilyen értéktermelő ereje is elvész, mert onnantól kezdve már nem azt a felismerést közvetíti meg, nem azt a nyelvét meg. De ezt, ezt is, tehát, a, ez nagyon fontos, hogy... Ezt csinálták a kommunisták pontosan ismerjük, hogy mi történik akkor, hogyha bele akarsz nyúlni. Tehát az alkotói autonómia az eleve az alkotóban magában van. Tehát, hogyha te nem akarsz kurzusművet írni, nem fogsz kurzusművet írni a Ferrázz, akkor sem, akkor te vagy erdős virág és akárról elmész futálnak teljes kalapemelés, mert ez, ez, egy morálisan vállalható gesztus az ő Világos, ugye a tihanyi ennek az ellenkezőjét állítja. Ez azért fontos, hogy most a Szilárd ezt így mondta, mert ugyanakkor meg a, tehát ez a, ebben az ideológiai pítésben nagyon határozottan ezzel, ezzel szembe helyezkedő tézisek. Ezért és szeretek, én, ezért szeretek Békés Marcival vitatkozni, mert hogy vitatkozom, mondom, inspiráló, tehát újra gondolásra kész, tehát remélem, hogy én is sőt, és akkor tudunk ilyen jó, jó értelmeset vitatkozni. Az, hogy egy kuratóriumban ülünk, és egy úgymond világnézeti uh, vagyunk, vagy nem tudom, akinek hogy tetszik, az nem azt jelenti, hogy mindenben egyet értünk sőt. Jó, én akkor itt berekeszem én a, Veled egyébként ebben semmi félelmeteset nem látok. Tehát akármilyen szándékolt kurzusépítés, ez próbálkozon, Féja Géza vagy Váci vagy Mihály, az, az, az még idáig megbukott. Én ebben alapvetően nem hiszek. Pont azért bukik meg, mert az alkotói szabadság az alkotóban van, tehát nem külső tényezőknek a függvénye. hogyha megnézzük legalábbis a, a magyar és világirandon történetét, akkor elég sok példát tudunk arra hozni, hogy embertelen körülmények között is saját a alkotói szabadságokat élték meg emberek, mint alkotók. Hát akkor legyen ez a végszó. Az átlátszó podcastet hallották Demeter Szilárdal, Szabó Tibor mint a Zubor Zalánnal és Hontadrással. munkatárs pedig Szabó Krisztián volt.